Sziasztok! Ez itt egy újabb, méghozzá hatodik muszi foglalkozásnak a kezdete. Ismerkedjetek meg ezzel a másik vadállattal, tehát ő a másik vadállat neve nincs, aki először megtalálja, abban a szerencsés helyzetben részesül, hogy elnevezze. Van neve? Nincs. Nincs! Szóval van neve. Kinga patkánykája. Kinga patkánykája. De nem ez a neve. Kinga patkánykája, és hogyha valaki megtalálja, abban a szerencsés helyzetben van, hogy ő nevezheti el, eldönteti a nemét. Fiú. Korát. Fiú? Aha. Valami itt lóg, igen. Rá van írva, a telefonszámom nem mutatom meg. Azt kérjük, hogyha találtok egy ilyet, és nem vagytok tisztában a koordináták, vagyis hogy a mi címünkkel, vagy nem tudjátok, hogy hogyan kéne elrejteni, akkor léci hívjátok fel a számot. Egyébként itt a Fóti Somlyóban vagyunk, az egyik oldalon. Különböző kirándulók vannak itt. De senkivel nem találkoztunk, tehát csak családtagokkal. És őkelme elrejtődik mindjárt. Meg fogjuk adni azoknak a koordinátákat, akik a csoportban vannak. Ha valaki ír nekünk a muharai.színpad@gmail.com-ra, akkor ő is megkaphatja esetleg a koordinátákat, ha szeretne velünk játszani. Jó? Na, szóval nagy szeretettel. Sziasztok! Én ide elbújok, remélem hamar megtalál valaki. Ő nem így beszél. Ő bunkó patkány. Milyen patkány? Bunkó. Bunkó. Na, akkor bunkó. Mondja. Nem, rejtsek el. Jó, majd elárulod a valódi jellemedet, jó? Igen, csak most nem palázas vagyok, nem szeretnék most beszélni. Jaj, te! Szerintem ez egy jó hely. Reméljük eső nem jön. Ú, de sok hangja! Ezek csípni fognak! Nem baj, majd valaki leporol. Rád fér már. Hát akkor szervusz. Sziasztok. Játszunk. Ha 30 vagy 40 év múlva valaki kezébe veszi majd ennek a korszaknak szórakoztató lapjait, és lapozgat benne, hogy képet kapjon róla. Hogyan folyt a szórakozások mindennapi élete világrengető háborúk és forradalmak korában? Nem hisz majd a szemének. Hogy az lehetséges volt? Korszakok omlottak össze szörnyű recsegéssel, fejtetőn álltak a házak, félrenyúlt vonatok szaladgáltak, és jajgatva kavargott minden a kizökkent időmedrében. S mikor nem volt biztos az élet se földön, se égen, s minden napnak akkora szenzációja volt, amekkorából azelőtt 5 évtizedre jutott egy. Ez ijesztő és lángoló napokban, Pesten és vidéken egész csomó ember azon törte a fejét, hogy ki volt az az ókori kovács. 10 betűből függőlegesen, kinek a 3. betűje P. És az utolsó előtti betűje nem lehet más, mint O, mert a szerelem istene, vízisten, akár Érosz, akár Ámor, az O betű kijön. Körülöttünk égett a horizont, és mégis mi boldogok voltunk, mikor kijött, hogy az a mitológiai kovács Héphaisztosz. Máskor meg a magyar szókincstár termeiben böngésztünk nevek után. Ismét mások betűkre bontották a neveket, s úgy rakták megint össze, hogy abból valami a név tulajdonosára jellemző szó jöjjön ki. És mindez nem csak narkotikum volt, elfelejtetni fájdalmainkat, hangos szavakat kiáltani a sötétben, mint a gyerek, aki fél. Mert ne becsüljük le a játékot. Sokszor kerestek aranyat, akik puskaport találtak, és nem tudhatják, mikor fordul komolyra a játék, vagy mikor válik játékos, jelentéktelen semmiségé a véres valóság. Népeket elsöprő háborúk, Asszíria összeomlása, földrészek eltűnése a tenger alá. Annyi nyomot sem hagyott, hogy emlékezne rá korunk gyermeke. De mindenki tud róla, hogy volt egy Homérosz, aki úgy állította össze a szótagokat, hogy ritmus jöjjön ki belőle. S ez a játékos halk üres lüktetés túlélte, túlrezegte az egekig csapó hullámokat. Játszunk! Visszazökkentünk a boldog illúzióba, hogy lehettünk volna villanyszerelők, hiszen mi tudjuk, mi az anód és a katód. Hadvezérek, hiszen mi tudjuk, hogy volt Ösztenrici ütközet, és hogy ki, mikor mondta, a leálljak ezt. Orvosok, hiszen mi tudjuk, mik azok a hormonok.
Milyen nökök, hiszen mi tudjuk. Milyen magas az Eiffel-torony. Nagy művészek, hiszen mi tudjuk, hány részből áll a triptihon. Szavak játéka, fogalmak játéka. Játsszunk műveltséget. Ki tudja, mi volt előbb, a játék vagy a műveltség, mint ahogy a költészet tanúsága szerint sem lehet megállapítani. Mi a játék? Szó-e vagy fogalom? A kultúra története azt mutatja, hogy a legtöbb ismeret, amit érdemes volt megismerni, az játékból született. Sok jelzőt kapott már az ember, amely őt az állatoktól megkülönbözteti. Homo sapiens, homo politikon, homo faber. Én egy szerényebbet ajánlanék. És mégis lényegesebbet, homo ludens, játékos ember. Ezeket a gondolatokat Karinti Frigyes írta, immár 85 esztendővel ezelőtt. Ennek a könyvnek, Sitz, Grétszer József könyve, aki az ő személyi titkára volt, az előszavaként 1935-ben. Jó régen volt, nem? És mennyire aktuálisak ezek a gondolatok most is. Pont a napokban figyeltem, hogy egyre több játék önti el a közösségi médiát. Győz le ebben, győz le abban, főképpen logikai, matematikai feladványuk. És akkor eszembe jutott, hogy igen, tulajdonképpen könnyebb így, ugye? Könnyebb így elviselnünk ezt a helyzetet. Lehet, hogy hamarosan véget ér, bár már olyan mémek is születtek, amikben egy igen idős úr közli velünk, akinek a nevét most nem mondom, hogy maradjatok otthon, már csak nagyon-nagyon kicsikét kell várnunk, mindjárt vége. Hát, tudom javasolni most is. Karinti Frigyes azért kedves nagyon a szívemnek, mert ugyanabban az iskolai épületben töltötte diákéveit, mint én. Ez az iskolai épület egyébként az 5. kerületben van Budapesten, a Markó utcában. Sokat gondoltam rá már akkor is, hogy milyen lehetett neki ott, hát tulajdonképpen a tanár úr kérem gondolatai ott születhettek meg. Én nagyon szerettem oda járni. Nyilván a középiskolásainknak most, sőt az összes iskolásnak, óvodásnak nagyon nehéz otthon lenni. Nektek is nagyon nehéz, egyre nehezebb. Jó, hogy ti nyitottak vagytok arra, hogy játszatok. Jó, hogy a felnőttek is nyitottak a játékra. Most ezt látom nap, mint nap. Ha tehetitek, vegyétek kezetekbe ezt a könyvet, vagy az ehhez hasonló műveket. Egyébként itt van egy régebbi verzió is. Érdekes módon ez 57-ben adódott ki, és ebben nincsenek benne Karinti Frigyes gondolatai, csak az új kiadásban. Talán az új kiadás, az mindjárt megnézem. Nem olyan régi, 2008-as. Hát, Karinti gondolatai mentén egy játékot szeretnék ajánlani, nem ebből a könyvből, hanem egy másik drámás játékot, amit már ismertek, tehát valószínűleg találkoztatok vele, de elképzelhető, hogy vannak olyanok közöttünk, akik még nem ismerik. Ezt párosan tudjátok játszani, úgy játszottuk csoportosan is teremben, de tudjátok esetleg online felvéve a kapcsolatot a párotokkal, vagy telefonon. A következő a játék. A játszók közül az egyik lesz a mesélő. Ő becsukja a szemét, végig gondolja, hogy mi van az ő szobájában. A hallgató is becsukott szemmel elképzeli azt, amit a mesélő mesél. Tehát ő, mintha bemenne a saját szobájába, elmondja, hogy belépek az ajtón, jobbra ez található, balra az található, ilyen a hangulata, körülbelül ilyen a mérete, végig sorolhatja a tárgyakat, amik a szobában találhatóak, hol van ablak, honnan jön be a fény, milyen hangulata van, milyen poszterek vannak a falon, vagy milyen díszítési elemeket használsz, és hogy mit, hol, hogyan szoktál csinálni. A hallgató, amikor a végére értek ennek a beszélgetésnek, kérdezhet még. Tehát ami lényeges számára, azt megkérdezheti, hogy mondjuk milyen színű az ágytakaró, vagy bármi, ami számára fontos részlet,
és könnyebbé teszi elképzelni a szobát. Miután elképzelte, és befejeződik a kérdezési szakasz, akkor lehet lerajzolni. Tehát akkor ő lerajzolja, és ezt az elkészült művet, ezt a rajzot megmutatja a partnerének, aki majd igazolja, hogy igen, valóban itt van, ott van, amott van, vagy jókat nevetnek rajta. El is lehet képzelni abban a szituációban, a szobában a bentlakót, és lehet egy ilyen kisebb gondolatmenetet végigfuttatni, és elmesélni, hogy én szerintem te itt most ezt csinálod, és ez történik éppen. És ott van a, lehet, hogy vannak olyan részletek, amiket nem meséltél el, és például ott van az ágyad sarkában egy tegnap előtti szendvics, egy tányéron. Tehát lehet ezt fűszerezni, ezt a játékot, és miután ez megszületett, akkor tovább is lehet vinni, tehát lehet egy jelenetet eljátszani benne. Tehát keresni egy teret, és akkor ott végig, mi így játszottuk, és ott végig mozogni azt az utat, amit a szoba lakója megtenne, és hogy hogyan ül, hogyan olvas, hogyan fekszik este az ágyában, tehát hogy bármilyen ilyen kis momentumot el lehet játszani. Tehát ez egy ilyen improvizációs, de egy elképzelt terepen, egy improvizációs játék. Hát, nagyjából ennyi fért mára bele. Nagyon kérünk benneteket, hogyha küldtök nekünk bármilyen anyagot, tehát fotókat, akár művészeti alkotások megformálásáról, megkaptunk ilyet, jelezzétek mindenképpen írásban, hogy ez megmutatható-e vagy sem. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb fogtok látni tőlünk egy olyan összeállítást, amiben ezek a művek megmutatásra, tehát nyilvánosságra kerülnek, és nagyon szeretnénk, ha ez minél színesebb és viccesebb lenne. Úgyhogy szeretettel várjuk továbbra is az ötleteiteket, a fotóitokat, az írásaitokat. Ha egy ilyen játékot kipróbáltatok, és van kedvetek ezt a rajzot megmutatni például a szobáról, akkor azt is. Nálunk egy kicsit ez nehéz, mert a lányok, a kisebbek közös szobában vannak, tehát őnekik egy egészen új táblat nyílik ennek a kipróbálásával. No hát, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, további szép napokat kívánunk, jövő hétfőn találkozunk, kitartás! Hát akkor menjünk haza! Menő vagy! Most ezt visszategyem a helyére? Hát, ahogy érzed, szerintem az jó, hogyha a kis élő lények rajta ugyanúgy vannak, ahogy voltak, mégiscsak egy tájvédelmi körzet, ahol tartózkodunk. Egy másikat, melyik már 29-es. Oké, köszönöm, Kinga. Mehetünk.